Elmondtad neki mi? Dehogy is. De nem mondtam el. De el kéne. Az Escargó Szobaszínházban debütált az Ajándék című színházi nevelési előadás. A darab az Escargó hajója színházi nevelési szövetkezet és a Búbi Tovább Színház együttműködésében valósulhatott meg. Azt lehet mondani, hogy ez egy régi történet, mert ezelőtt most már 8 évvel volt egy előzmény, egy másik előadás, aminek az a címe, hogy Apa, anya, én, és az azóta is műsorom van, az az előadás. Úgy, mint az, ez is egy családi dráma, egy kicsikét más szempontból vizsgálódik és gondolkodik. Ennek a fókusza és a központja az, hogy a család legfiatalabb tagja, egy lányzó, aki még nincs 18, és hát babát vár. És akkor, hogy ez végül is mit okoz a családban, mit okozhat a családban, de mindez úgy, hogy ez egy interaktív színház előadás, ami azt jelenti, hogy az, hogy mit okoz a családban, mit okoz a családtagokban, és milyen változást indukál, ezt a nézők döntik el, és közösen gondolkodva alakul ki belőle valami állapot. Azt lehet mondani, hogy főként középiskolás korosztály és felnőtteknek szól az előadás. Ugyanúgy, mint az Apa, anya, anyánál, itt is várjuk a családokat, tehát az talán a legizgalmasabb forma, amikor családok érkeznek az előadásra, és úgy játszhatunk, és úgy gondolkodhatunk. De azt lehet mondani, hogy középiskolás korosztály és annál idősebbek. A kollaboráció remekül folyt, hiszen ez már nem az első közös darab, amiben a két társulat színészei együtt alakítottak. Az előadásban 6-an játszanak mindösszesen, és azt lehet mondani, hogy amellett a 6 játszó mellett még van nagyon sok szereplője, videóban jelentkeznek ezek a szereplők, tehát azt lehet mondani, hogy a családhoz tartozó barátok vagy rokonok videón jelentkeznek be a családba, tehát a videóhívások formájában egész egyszerűen. Így azt lehet mondani, hogy jóval többen, tehát a Bábszínház minden színésze játszik az előadásban. És még egy külsős, kedves barátunk is, Ákli Kriszú, ő is részt veszett az előadásban. Tehát azt lehet mondani, hogy így sokan vagyunk. A tavalyi év végén, az évad végén kezdtük el próbálni az előadást. Már volt egy házi bemutatója a május végén, és most lesz a nagy bemutatónk majd pillanatokon belül. A darabban az édesanyját alakító színésznő is fontos szerepet töltött be a korábbi stádiumokban, és nem csak a színpadi játékban. Van egy olyan kuriózuma ennek az előadásnak, hogy ezt én írtam. Tehát, hogy nem csak játszom benne, hanem íródramaturgként is ott vagyok a csapatban. Tehát ezt a karaktert Zolival ketten, Tóth Zolival, az előadás rendezőjével raktuk össze a történetet magát, a színpadi forma megvalósulását pedig én írtam meg. És fura, mert az ember ilyenkor azt gondolná, hogy egy író magának csinál egy olyan szerepet, hogyha színészként is dolgozik az előadásban, hogy legyen benne feladata, ez most is így történt. Egyébként nekem nincsen saját gyermekem. Viszont tanárként is dolgozom, drámatanárként, tehát úgymond nevelt gyerekeim nagyon sokan vannak évről évre, tehát hasonló minőségű féltést, szeretetet, gondoskodást megélek a hétköznapi életemben, és ezek az anyaszerepek, amiket azért valahogy elég gyakran kapok színpadon, ezek is segítenek ahhoz, hogy az életem ezzel is kikerekedjék. A karakter, akit én formálok meg ebben az előadásban, Újhelyiné Gabi, egy 40-es évei közepén járó anyuka, aki nem mellesleg pedagógus is. Tehát több szempontból van kapcsolatban gyerekekkel, és sokféle dolgot tapasztalt már nyilvánvalóan az életében, hivatásából kifolyólag is, de azért az egy nagyon meglepő szituáció számára, amikor a saját 18 évet még be nem töltött kislánya nem kívánt vagy nem tervezett módon babát vár. A karakter történetében van egy olyan momentum, hogy az anyukával ugyanezt történt gyakorlatilag 21 évvel ezelőtt, amikor a párjával, a jelenlegi férjével még egyetemre jártak, akkor nem tervezett módon becsúszott egy baba, és nagyon sokat hezitáltak azon, hogy megtartsák, ne tartsák, de a
de végül is arra jutottak, hogy az élet érték, és bármi történik, meg fogunk birkózni ezzel a dologgal, és nagyon fogunk örülni annak, hogy kisbabánk születik. Tehát ebből a szemszögből is rálát a helyzetre, illetve azt viszont nem tudja félretenni, hogy nagyon-nagyon félti a lányát. A rendezőt a témaválasztásról is kérdeztük, a darab célja, hogy elsősorban a fiatalok és a nézőközönség más szemszögből is találkozzon egy témával. Sokat gondolkodunk azon, hogy mi lenne az a fókusz, amire érdemes figyelnünk, de talán nem is ennyire szűk, hogy fiatalkori terhesség. Egy kicsikét ennél tágabb a gondolkodásunk, ami arról szól, és arra próbálunk meg közösen kitekintést adni, hogy a gyerekvállaláshoz milyen körülmények, milyen helyzetek, milyen nehézségekkel tudunk eljutni, és érdekes az attitűd, vagy elgondolkodtató, hogy például egy háborús időszakban sokkal több gyerek születik, mint akkor, amikor nyugalmi állapot van. Most, hogyha nyugalmi állapotban vagyunk, bár a világ az zajlik, mint ahogy zajlott mindig is, de egyre kevesebb a gyerek születések száma, mint most is. Igazából az üzenet közös, és a gondolkodás is között. Mi csak azt szeretnénk, hogyha egy gimnazista korosztályú csoport idejön, hogy gondolkodjon arról, hogy mit okoz, mit indukál, mit hoz létre egy olyan helyzet, amikor babát várunk, vagy babágóba gondolkodunk, hogy mégiscsak, mivel szereplőkön keresztül játsszuk ezt az egész történetet, és maga a színházi nevelési forma is erről szól, hogy egyféle tesztgondolkodást hoz az ember életébe, hogy mintha már megéltem egy déjà vu érzést, és gyakorlatilag ez a fontos, hogy úgy kerüljek bele az életbe utána a szituációkba, mintha már valami történt volna, valamit megéltem volna, és ezt szeretnénk, hogy kicsikét átéljük közösen, hogy mondjuk a generációk vagy a fiatalok érezzék, hogy ez mit is jelenthet, ne csak racionális tudással gondolkodjanak róla. Az Escargó Szobaszínház megtelt érdeklődőkkel a premierre. Így is elhagytad az életemnek, két vége van. Az egyiktől a másikig irányítom magam, ha jó a szél. Az irány maradhat, fogadjuk, hogy a felét már.